Úgy tűnik, kezd megromlani a kormányzat és Spéder Zoltán viszonya. Az üzletember érdekeltségébe tartozó FHB csoportot komoly csapások érték az utóbbi napokban. Módosították a takarékszövetkezeti integrációra vonatkozó szabályokat, ami hátrányosan érinti az FHB-t, a jegybank pedig tiltott piacbefolyásolás miatt büntette meg őket. A történésekre a tőzsde is reagált, az FHB részvényei egy óra alatt 15%-ot zuhantak, emiatt fel is kellett függeszteni a papírok kereskedését. Pápa Levente a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tisztában vagyok azzal, hogy nem ön Orbán Viktor bizalmasa, nem ön az FHB belső embere, nem ön a takarékszövetkező, takarékbank felső vezetésének egyik tagja. Ettől függetlenül abban reménykedem, hogy tud valami épkézláb magyarázatot adni, hogy mi történt itt az elmúlt napokban vagy hetekben. Mitől lett így módon egyszer csak, hát nem is tudom, hogy kegyvesztett, vagy milyenre a jó kifejezés, Spéder Zoltán. Igen. Ugye próbáljuk meg ketté választani a történetet szerintem. Tehát először is meg kéne vizsgálni a történések folyásának az igazságtartalmát. Hogy ez milyen szép így, történések folyásának az igazságtartalmát. Hogy ez jó vagy nem jó ügy. Na most ugye 2-3 éve mondják a szakemberek, ellenzéki politikusok, hogy ez az egész takarékszövetkezeti integráció, ez úgy büdös, ahogy van. És itt olyan a piac gazdaság szabályainak az áthágása történt, például a tulajdonjog nem tiszteletben tartása, egészen egyszerűen erőszakkal rákényszerítettek szövetkezeti tulajdonosokat arra, hogy ennek az integrációnak a tagjai legyenek, ami szerintem egészen egyszerűen elfogadhatatlan egy piacgazdaságban. Ezt nagyon sokan mondták, de ezen már ugye 2 éve túl vagyunk, sőt ennek. Hát ez folyamatosan megy azért, tehát hogy nyilván a csak szektorban... a nagy felháborodás azért az tényleg 2 évvel ezelőtt volt, igen. És a nagy felháborodó maga Demján Sándor volt az érveivel, logikus magyarázataival együtt, hogy ezt nem szabad a takarék szövetkezeti rendszerrel tenni. Aztán biztos, hogy a háttérben történtek dolgok, bajban van az FHB, ki vesz kötvényt, ki nem vesz kötvényt, de mi történt, hogy egyszer csak így borult a bili? Igen, hát igen, tehát ez az egyik. A másik, hogy mi történhetett? Szerintem az történhetett, hogy létrejött egy olyan többségi koalíció, hogy hirtelen több szereplőnek az érdekében áll az, ami most történik. Nevezetesen szerintem a piaci szereplőknek, tehát egészen egyszerűen versenyhátrányba, jogosulatlan versenyhátrányba kerülnek a piacon tisztességesen szereplő bankok egyrészt, másrészt szerintem a Magyar Nemzeti Banknak is az érdeke lehetett ez Matolcsy és köreinek, ugyanis a takarékszövetkezeti rendszer fölött nem diszponált a Magyar Nemzeti Bank. Na tehát ez sem volt véletlen. Ez sem volt véletlen. Tehát, hogy valaki egyszer csak császár lehet. Most... Világos, de ez egy abnormális dolog, hogy egy ország a pénzügyi rendszerének egyik részét a Magyar Nemzeti Bank felügyeli, egy másik részét pedig nem a Magyar Nemzeti Bank, hanem egy másik intézmény. Jó, de valaminek csak kellett történnie, hogy a 2 éve tartó ilyen és ehhez hasonló, hát hogy is mondjam, a bankszektorban, a pénzvilágában nem szokványos történéseknek egyszer csak azt mondták, hogy na vége, és azok mondták, hogy vége, akik ezt létrehozták és engedték. Igen. Hát ugye azt látszuk ebbe az egész történetben, hogy ez történhet meg mindenkivel. Tehát, hogy aki a Fidesz-szel üzletel, aki beleáll ebbe a rendszerbe, lényegében ez a tanulság az még egész. Még a bizalmasokkal is. Így van, ez a tanulság az egész történetnek, hogy a végén ez történik mindenkivel, mert aki nem volt benne abban a kollégium szobában, ahol a Fidesz-szel indult, azokba soha nem fognak megbízni, azokkal a végén ez fog történni. Magyarul senki nincs biztonságban, senki nem gondolhatja azt komolyan, hogy amit most rábíznak, azt majd végig is tudja vinni. Tehát, hogyha belekezd egy történetbe, akkor ő ezt végig is fogja tudni. Egészen egyszerűen erről szól ez a rendszer, csak is kizárólag a politikai lojalitást hajlandók megfizetni, és azt is egy nagyon szűk bizalmi társaság birtokolja ezt a hatalmat. Értem, és lényegében, aki nincs ebben benne, az nincs ebben benne, és soha nem is fog belekezni. És ha történik valami, akkor... Ennek a körnek a szereplőinek a kezét bármikor elengedhetik. Ez a tanulsága. De mi az, ami törhetik, azt hiszem. De mi az a történés jelen esetben, ami miatt ezt a kezet most elengedték? Én azt gondolom, mondom, hogy a rendszert én úgy képzelem el, hogy több erőcsoport van azért benne, egymással versengő erőcsoportok, és lényegében most több
több ilyen erőcsoportnak egyszerre azonos érdeke keletkezett, nevezetesen az, hogy ne mehessen tovább az, ami történik a takarékszövetkezeti rendszerbe, hogy ne mehessen az tovább, hogy az FHB lényegében kisajátítja ezt az egész dolgot, és a többi érdekcsoport, a többi erőközpont interveniált, közbeavatkozott, és szerintem egyszerűen túlment az egy ilyen koalíciós többségbe, és így a saját érdekeiket tudták érvényesíteni, és ezt nyilván a miniszterelnökön keresztül. Na, ezt akartam én mondani, hogy öntől, ellenzéki politikustól azért számtalan esetben, számtalan helyzetben hallottam itt az Egyenes beszédben is, hogy Orbán Viktor akarata nélkül ebben az országban semmi nem történhet. És hogyha Spéder Zoltán valóban az ő bizalmasa volt, hogyha Orbán Viktor akaratából lehetett a takarékszövetkezeti rendszert jól megmenteni, aztán jól takarékbankot létrehozni, aztán az FHB-nak hiányok ellenére jól működnie. Ugye ez a jól, ez mindig idézőjelet élve. Persze, és úgy, hogy még a Magyar Nemzeti Bank sem örködik fölötte, akkor ehhez is kellett Orbán Viktor akarata, és akkor folytatva ezt a logikai sort, akkor ahhoz is Orbán Viktor akarata kellett, hogy Spéder Zoltán kezét elengedjék. De ez a borzasztó ebben az országban, tudja Olga. Tehát az van, hogy nem jól kiszámított, előre tudott szabályok szerint teljesítmény értéken, teljesítmény elven történnek a kiválasztások, ahogy egy piacgazdaságnak meg egy jogállamnak működnie kell, hanem van egy ember, vagy esetleg ennek az embernek egy nagyon szűk bizalmi köre, és ők döntik el, egyszer így, egyszer úgy, egy nap alatt írnak egyik törvényt, másik nap írnak egy másik törvényt, ami ellentmond az előző napi törvénynek, így ki fog befektetni ebbe az országba. Tehát ki az a befektető, aki biztonságban tudja a pénzét, egy kiszámítható üzleti, működési feltételrendszert lát ebben az országban, és befektet és munkahelyeket hoz létre. Amikor a miniszterelnök kegyén múlik az egész. Ez most a takarékszövetkezeti rendszernek egyébként jó hír? Spéder Zoltán meggyengülése, mindaz a rá és az FHB-ra vonatkozó módosítás, amit elfogadtak a tegnapi napon. Tehát nekik most már akkor nem kell az FHB veszteségét spendírozniuk? Tehát, hogy ez jó hír nekik? Ez is egy nonsens dolog egyébként, hogy egy miniszterelnök akarja megmondani, hogy egy magántulajdon lévő bank, az vehette egy másik magántulajdonban lévő banknak a kötvényeit, részvényeit, ez nonsens. Tehát ez kívül esik a piacgazdaság meg a jogállamiság keretein, mert hát ki az Orbán Viktor, hogy megmondja egyébként, hogy egy bank az mit vehet, meg mit nem vehet. Ez az egyik dolog. A másik, hogy nyilván ez az egész történet nagyon káros, nagyon rossz, de ha csak ennek a pici szegmensét nézzük, a mostani változást, akkor szerintem az előnyös, az pozitív a takarékszövetkezeti rendszernek a szempontjából, de az egész történet, és nem csak a takarékszövetkezeti rendszer, hanem az egész nemzetgazdaság szempontjából megint azt az üzenetet küldi a világnak, a gazdaság szereplőinek, kiszámíthatatlanság van, jogbizonytalanság, jön egy ember, és ő fogja eldönteni, nem tudjuk, hogy milyen elvek alapján, hogy így legyen, vagy úgy legyen, így nem lehet működtetni egy gazdaságot. Akkor az üzenet, hogy Orbán Viktorra jobban lenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.